Na, hát sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit az Ancient Animals Hungary csatornán. Én Zsombi vagyok, és ebben a videóban egy érdekes témát fogunk boncolgatni, amely a utolsó Dicynodontáról fog szólni, vagy legalábbis feltételezések szerint az utolsó Dicynodonta, de igazából ez még mai napig is egy eléggé vitatott téma, és ezt majd a videóban jobban is ki fogom fejteni, hogy vagy egy Dicynodontával állunk szemben, vagy egy másik, vagy azt majd megtudjátok később, hogy mivel, de szerintem nem is húzom tovább az időt, kezdjünk is bele. De mielőtt elkezdenénk, gyorsan adok pár információt a dicinodontákról, vagy dicinodontiákról. Ugyanis ezek az élőlények a szinapszidákhoz, vagy az emlőszerű hüllőkhöz tartoznak, szóval közelebbi rokonságban állnak a mai emlősökkel, mint a mai hüllőkkel, szóval közelebb állnak hozzánk emberekhez is, bár a dicinodonták azok nem állnak olyan nagyon szoros rokonságban ugye a cinodontákkal, meg az ilyesmikkel, ezek ugye primitívebbek még a terapszidák közül is, de még így is nagy valószínűséggel a fajok többsége szőrrel borított volt, hát nem is teljesen, de valamennyire szőrösek voltak, és nagy valószínűséggel melegvérűek is. Az állatok amúgy az egyik legváltozatosabb csoportja volt a emlőszerű hüllőknek, és körülbelül hát a középső permtől a késő triász korig éltek, és az idő alatt az egyik legfajgazdagabb csoportról beszéltünk. A késő triászban nagy valószínűséggel a Jura triász kihalási esemény miatt halhattak ki. Viszont most jön az érdekes, mivel 1914 elején egy pásztor az ausztráliai Queensland északi részén felfedezett néhány fosszilis csontdarabot a birtokán lévő vízmosásban, amelyet a Queenslandi Múzeumnak adományozott. Az egyik töredék, amely megőrizte a nagy ívelt fogat, némi hasonlóságot mutatott a Dél-Afrikában talált dicinodontákkal. Azonban azon a területen, ahol a kövületet megtalálták, nincsenek perm vagy triász kőzetek, csak kréta időszakbeli kőzetek, amelyek körülbelül 100 millió évvel fiatalabbak. A 2000-es évek elején a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a dicinodonták a triász végi kihalás elől menedéket találtak Ausztráliában, és valószínűleg a fosszília maradvány a kréta kőzetből származik. Ez nem volt túlzott ötlet, mivel a kétéltűek egy csoportja, az úgynevezett temnospondilok, már kimutatták, hogy pontosan ezt csinálták. Mivel a triász végén máshol kihaltak, Ausztráliában évmilliókig fennmaradtak. Az egyetlen probléma az volt, hogy a krétakor beli dicinodont anyag nagyon töredezett volt, ami vitát váltott ki a paleontológusok között a valódi biológiai eredetét illetően. A Tropical Queensland Museum és a James Cook Egyetem paleontológiai kurátora Dr. Esper Knungsen által végzett tanulmány, amely a Gondwana Reservoirben jelent meg, közelebbről megvizsgált ezt a valószínűleg rendkívül jelentős anyagot hagyományosan és a legmodernebb elemzési technikák segítségével. Az eredmények azt mutatták, hogy a fosszíliák ahelyett, hogy egy kréta dicinodontához tartoznának, egy sokkal újabb erszényes diprotodontida, egy víziló méretű vombatszerű állaté, amely körülbelül 2,5 millió évvel ezelőtt élt Ausztráliában. A 100 éves múzeumi archívumok átkutatásával a tanulmány megállapította, hogy ugyanaz a pásztor egy másik kövületet talált, csak hónapokkal korábban ugyanabban a vízmosásban, pár méterrel távolabbra attól a bizonyos lelettől. Ez a kövület azonban egy diprotodontida bal felső állkapcsából származik. A pásztortól a Queenslandi Múzeumnak küldött levelek azt állítják, hogy szerinte a kövületek egyazon állathoz tartoznak. Ennek tesztelésére a kutatók elemezték a nyomelemek koncentrációját a megkövesedett csontban. A csont elemi jegyeinek összehasonlításával a kutatók egyértelműen kimutatták, hogy a kövületek ugyanabból a kőzetrétegből és valószínűleg ugyanattól az egyedtől származtak. Sőt, az ausztrál szinkratonban végzett kétfejű anyag CT vizsgálata után világossá vált, hogy az anatómia nem egyezik a dicinodontákéval, inkább a diprotodontidákkal. A fosszílián az ománc felosztása csak a nagy fogaknak,
az elejét vette. Általában ez látható a diprotontida és más emlősök előső fogain, amelyeknek úgynevezett folyamatosan növekvő metszőfogai vannak. Egy másik érdekes lelet egy bemélyedés volt a csontban közvetlenül a nagy metszőfog előtt egy tájog eredménye. Mivel a fosszilis maradványok arra utalnak, hogy az állat fiatal egyed volt, valószínűleg ez a fertőzés gyötrelmes korai halálához vezethetett. És mivel hát ezen bizonyítékok alapján a kutatók többsége már inkább a diprotodontidákhoz sorolja ezt a leletet, míg mások még mindig kitartanak a dicidodontákhoz sorolás mellett, ez is érdekes, hogy hát nagy összességgel akkor ez mégse egy dicidodonta volt. Viszont ez amúgy nem kizárhatja azt, hogy létezhettek még dicidodonták a kréta időszakban, Ausztráliában, lehetséges, hogy fennmaradtak, csupán még nem találtunk belőlük maradványokat, hiszen valószínűleg az élővilág nagy része, ami egykor élt, azt sose fogjuk megtalálni a különféle okok miatt, egy csomó több ezer állatfaj valószínűleg nem is fog felfedeződni, ha lehet így mondani, szóval lehetséges, hogy ugyanazon okok miatt túlélték a dicidodonták egy csoportja, mint a két éltőeknek az egyik csoportja, mint például a Kulaszukusz is azokhoz tartozik, szóval elképzelhető, hogy a dicidodonták túlélték, és elképzelhető, hogy ugyanazon ökológiai fülkékben helyezkedtek el, mint más kontinensen az ilyen közepes, termetű, növényevő dinoszauruszok. Na, és hát srácok, ennyi lett volna ez a videó. Hát szerintem egy elég érdekes téma volt, én nagyon szeretem a dicidodontákat, szerintem ezt már tudhatjátok, legalábbis a névjegyzékben benne van, hogy azok szinte most jelenleg a kedvenceim, és amúgy én ahogy mondtam, szerintem elképzelhető, hogy léteztek dicidodonták a kréta időszakban még Ausztráliában, nem elképzelhetetlen, és lehet, hogy ez a lelet később úgy hiszük, viszont hogy egy dicidodonta, szóval még változhat a tudomány, szóval semmi sem biztos, főleg a paleontológiában, ami egy eléggé hát vitatott és hát érdekes tudományák, szóval ezért is szeretem ezt a a paleontológiát alapjaiban, na mindegy. Ha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, valamint nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Találkozunk a következő hasonló vagy más jellegű őslényes videóban. Addig is, csösztök!